Alagunk túl a nép, élény és gőz zajos, mohó életét. És az ismeretlen a város főterén. Pomázi Zoltán a Bojtorján együttes gitárosának produkciójával kezdődött a Magyar Kultúra Napi Ünnepség Győr Szemerén. A rendezvényt évről évre megtartják a jeles naphoz közel a településen. A Magyar Kultúra Napi rendezvények most már hagyományosan megtartjuk itt Győr Szemerén. Az időpont kiválasztást az természetesen akkor esik csak 22-ére, az két végére esik, ez puszta praktikussági ok. Gondolom nem is ez a fontos, hanem az a fontos, hogy legyen olyan ember, aki erről megemlékezik, és legalább egy nap gondol arra, hogy mi az, hogy nekünk fontos a magyar kultúrába. A program összeválogatásán igyekeztünk, mivel a magyar kultúra az rendkívül színes és érdekes, ezért igyekeztünk többfajta elemmel ma itt bemutatkozni. Ilyen elem volt Szabó Béla fotóművész kiállítása, akinek Tenger Csend című tárlatát tekinthette meg a kultúra kedvelő közönség. A 80-as évek közepén találkoztam én egy Vitali Burekin nevezető balti államokba való fotósnak a képeivel a balti tengerről, és bennem azóta mozgott a dolog, hogy el kellene oda jutni. Végül is 2012-ben volt szerencsém eljutni Lengyelországba a balti tengerpartra, és én fantasztikus dolgokat találtam, cölöpöket a vizekbe. És azt gondoltam, hogy ide ezzel úgy érdemes egy kicsit foglalkozni, tehát én 5 éven keresztül jártam vissza a balti tengerhez, hogy ezeket a cölöpsorokat, madarakat, partvidéket megörökítsem. A polgármester ezt követően egy érdekes előadást tartott a himnuszról, melyben részletesen bemutatta történetét és azt, hogyan lett Kölcsey művéből a nemzeti imádságunk. Magyar nyelv! Vándorutakon kísérőm, sértett gőgömben értőm és kísértőm, kínok közt gondjaimtól részegen, örökzöld földem és egész egem. Dudás Dorottya Radnóti és Latinovics díjas előadó művész egy faludi versen nyitotta meg a vers és gitár pódiumestet, majd Pomázi Zoltán is csatlakozott hozzá és megzenésítve elevenítettek fel magyar klasszikusokat. Te is hűs áradó vagy bennem, mint a lény, s néha meg olyan, oly biztos és örök, mint kőben a megkövesült csigaház. Méltó módon ünnepelték meg tehát Győr Szemerén a Magyar Kultúra Napját, vélhetően a jövőben is folytatják ezt a nemes hagyományt.